Elkészült az 50 a legbefolyásosabb magyar listája, amelynek az az érdekessége, hogy Áder János államfő nem fért rá erre a rangsorra. Lázár János és Kósa Lajos igen, de tavalyhoz képest visszaestek, miközben Schmidt Mária látványosan előre tört. Vendégünk két politológus, akik részt vettek a rangsor összeállításában. Én meg vizuális típus vagyok, és látom magam előtt, mint Schmidt Mária látványosan előretör. Böcskei Balázs az IDEA intézet vezetője, és Ember Zsolt Levente az Iránytű intézet kutatás vezetője. Jó estét, szervusztok! Nekem van egy alapvető kérdésem, hogy milyen ország az, ahol elképzelhető, hogy politológus szakemberek összeállítanak egy listát, egymásról egyébként nem tudva, és abból az jön ki, hogy az ország köztársasági elnöke nincs az ország 50 legbefolyásosabb embere között. Tehát ott valami a befolyás körében nagyon el van szúrva. Valami értékre nagyon fel van borítva. A helyzet az, hogy ennek a listának a módszertana nem egészen exakt. Tehát nincs úgy meghatározva, hogy most mondok egy példát, tehát például, hogy kezeljünk egy olyan embert, aki nagy valószínűséggel strómanként van nyilvántartva, meg hogy kezeljünk egy olyan embert, aki rendkívül vagyonos, és megáll a saját lábán akkor is, ha a kormánynak teljesen mindegy, hogy milyen színe van, színezete van. Ez tehát a saját lábán álló, ez más ilyen áthallásokat generál, tehát ezzel vigyázzunk. Szóval ezeket a dilemmákat szerintem az idővel le kell tisztázni, ugye, mert elég több éve készülnek ezek de a befolyás listák. Most azt mondod, hogy Áder János voltak éppen rajta volt ezen a listán, csak egy másfajta kontextusban került így össze ez? Több mint 100 embert kaptunk meg, talán 120 körül, 130 fő is lehetett ezen a listán, és őket kellett pontoznunk 1-től 100-ig. Hányan voltatok? 10 körül nagyjából. Igen, igen. Na de az 52. lett hírek szerint Áder János, ezért csak rá kérdeztünk Szakonyi Péternél, aki ezt az egészet gondozza, hogy hát hova futott be Áder János? 52. Hát az még a pályaudvaron se egy jó vágásszám. Bizony. Na most ugye itt azért, hogy Zoltán ezzel kezdve, hogy tényleg itt elemzői szubjektivitások vannak ebben a listában. Én mondok valamit, én például előbbre tettem Áder Jánost, mert és jóval hátrébb tettem Orbán Ráhelyet, és ugye Mészáros Lőrinc, akire utalt szerintem itt sorok között Zoltán, az is egy olyan kérdés, hogy biztos... Nem a saját lábán álló kategóriában. Ugye nagyon más, még ez nagyon más, hogyha valakiről azt gondoljuk, hogy, és nem csak gondoljuk, hogy okkal gondoljuk, hogy sok évtized alatt vagyonosodott, és tényleg olyan gazdasági szereplő, hogy megkerülhetetlen Magyarország GDP-es szempontjából. És vannak olyan szereplők, akik, hogyha valaki által őriznek valami pénzt, tehát hogyha úgy tekintünk rá elemzőként, kommentátorként, politikusként, hogy igazából annak a vagyonnak ő nem őrzője és nem birtokosa, akkor ő nem lehet befolyásos. Ez a stróman. Ez a stróman, hogyha ő rá így tekintünk, akkor nem lehet befolyásos, hiszen tulajdonképpen őt fogják. Tehát ő egy fogott ember ebből a szempontból, és ehhez képest harmadik helyen... De muszáj megállnunk, hát második helyen áll a leggazdagabb magyarok között ezen a listán is, miközben azt már tudjuk, Szakonyi Péter is elmondta, hogyha egy héttel később van a lap zárta, akkor az első helyen lett volna Mészáros Lőrinc, akiről te voltak éppen beszélsz. Az az ember, aki olyan mértéktelen vagyon fölött birtokos, még akkor is, hogyha valakinek a megbízásából birtokolja azt a vagyont, tehát azt nem lehet nem befolyásosnak gondolni. Erre hadd mondjak egy példát. A választások után, a Hódmezővásárhely időközi választások után a Konzumnak a részvényei azonnal bezuhantak 6-7%-pontot. Voltak, akik azt hitték, hogy menekülni kell ebből a papírból, mert baj lesz. Majd április 8-áig további néhány pontot csökkent, összesen 2-3% vagy 11 nagyjel, tehát több mint 10%-ot estek a Konzum részvényei a választásokig, majd utána szépen megkezdődött a korrekció. Tehát ezeket a vagyonokat nem feltétlenül kell úgy kezelnünk, hogy ezek egy kormányváltás után is ilyen gyarapodást tudnak elkönyvelni majd utána is, és meg is tudnak maradni. És mondok még egy példát, Spéder Zoltán. Mi is történt vele? Egy olyan több 10 milliárd forint fölött diszponáló ember volt, aki egyik pontról a másikra kegyvesztett lett, elindult ellene egy lejárató hadjárat, és végül is kikerült a picsisba. Akkor másfelől kérdezem, és közelítsük meg másik irányból. Az normális ország, ahol a politika és a politikai hovatartozás és mondjuk egy választási végeredmény lehetősége ilyen szinten mozgatja, ingatja meg a vagyonokat, a befolyásokat, a vagyonok által és a politikai meg közéleti szerepvállalással elérhető befolyást magát. Az normális? Valószínűleg azt várnánk, hogy maradjunk a normális ország jelzőnél, ott akkor a politika és a gazdaság valahogy kiegyenlíti egymást, legalábbis valami heterogén
az egész listának az első fele. Magyarországon azt látják, mi azt elemzők azt igazoltuk vissza, hogy Magyarországon, hogyha valaki el akar érni valamit, akkor elsősorban a politikai szereplőkkel kell jobban lenni, mert a politikai szereplőket, mint például a kormányzati szereplőket tekintjük befolyásos szereplőknek. Én ezért nem tettem el előre Orbán Ráhelyt ebből a szempontból, hogy a 21. helyre, ugye itt az átlók alapján jön ki az 21. helyre. A befolyás az milyen módon? Na ez kifejezhető. Tehát felhívok valaki telefonon, bemondom a nevem, és vigyázz bál, és azt mondja, hogy ahogy tetszik parancsolni. Vagy el tudom jutni Orbán Viktor előszobájáig. Mi a befolyás? Mi egyetlen egy mankót kaptunk, és az a mondat így szólt, próbálom szó szerint idézni, hogy befolyásnak nevezzük azt, amikor egy személy amennyi anyagi erőforrást tud egy ügy érdekében megmozgatni, vagy forintosítható nem anyagi erőforrást, tehát például médiát, valamilyen média befolyás. Hát a média hát tulajdonosok azok a világ összes országában a befolyásos. De azt tudom mondani, hogy ebben is nagyon nagy különbség van. Tehát mondjuk Orbán Viktor olyan ember, aki akarja és tudja is használni az ő befolyását. Gattyán György például az egyik leggazdagabb ember Magyarországon, köszöni szépen neki, teljesen mindegy, hogy milyen kormány van hatalmon, ő így is tud gyarapodni, és talán, ha el akarna érni valamit, akkor azt el is tudná érni. El tudjuk azt képzelni, hogy Lázár János és Kósa Lajos, akik egyébként ezen a befolyás listán hihetetlen nagyot zuhantak. Ma, ha telefonálnak, teljesen más eredményt érnek el a másik oldalon állónál, mint mondjuk egy hónappal ezelőtt? Két hónappal ezelőtt? Nem is egy hónap, de talán fél év vagy egy év viszonylatában. Ami Lázár Jánost illeti, ott szerintem egy folyamatról beszélhetünk. Tehát ha megnézzük ezeket a befolyás listákat, most talán 2014 óta készülnek, ha jól emlékszem, én 2016 óta veszek benne részt, folyamatokat lehet észrevenni embereknél. Mondjuk Simicska Lajosnál észre lehet venni egy folyamatos csökkenés, mindig néhány helyet visszaesik. Lázár János ugye 2010-től fogva folyamatosan építette fel magát, frakcióvezető, aztán miniszterelnökséget vezette, és folyamatosan kerültek be hozzá újabb és újabb tématerületek, amikért felelős volt, majd 2014 után folyamatosan vesztette el ezeket a pontokat, bizonyos területeket elvettek tőle, Rogán Antalt felemelték, a nagy riválist, tehát ott is azt lehet mondani, hogy egy szép lassú csökkenés, ami most viszont egy nagyon durva csökkenésbe váltott át. Én úgy gondolom, tehát ha most kellene összeraknunk ezt a listát, akkor más lenne. Akkor már még hátrébb csúszhatna. Hogy kerül a lista elejére Habony Árpád? Nem a legtetejére, a negyedik, ötödik, most nem tudom fejből. Miközben, hát ennek a listának az egyik gyenge pontja, hogy például róla semmit nem tudunk. Na hát ezt akartam mondani, hogy a befolyásnak nem csak, hogy definíciós küzdelmek vannak, hogy mit tekintünk befolyásnak, hanem hogy az informalitás jellegéről. Ugye Habony Árpád nem a formális szereplők közé tartozik, hiszen nem tudjuk a munkajogi viszonyát és egyéb más tevékenysége nem transzparens számunkra, viszont konszenzus van abban elemzői kommentátori körökben, hogy az ő politikai kommunikációra való befolyása az jóval nagyobb, mint azt mondjuk bárki. Halljuk. Azt beszélik, azt gondoljuk. Nem erősítették meg, inkább csak megcáfolták, vagy legalábbis igyekeznek, hát de az informalitás, mi számoltunk az, hogy tényleg a befolyás és a hatalom befolyásolása, gyakorlása az számos tekintetben informális jelleget ölt. Ami fontos a trendeket illetően, hogy azért vannak nálunk ennyire a politikusok előre, mert jól láthatóan a gazdasági szereplők, hogy is mondjam, a politika befolyásolja a piaci folyamatokat a sok tekintetben. Újraosztások, a jogi környezet megváltoztatása, láthattuk a NER új gazdasági elitje, egy gazdasági piac újrafelosztás révén jön létre, tehát nagyon kevés olyan szektor van, ahol bár van ereje a gazdasági szereplőnek, de hogyha ő maga akar változást végbevinni, akkor kizárólag a piaci környezetet kell neki néznie. Egy idézett a tegnapi beszélgetésből a legazagabbak listájáról beszéltünk alapvetően, és ott azt mondta a főszerkesztője ennek a listának, hogy közel az ötöde a leggazdagabb 100 magyarnak az elmúlt 8 évben tűnt fel és gazdagodott meg olyan mértékben, mint amennyi. Ezt csak arra reagálva mondom, hogy a politika mennyire szól bele abba, hogy a gazdaságban hogy osztják a szerepeket és a pénzeket. Köszönöm szépen nektek. Folytatása következik most nekünk a műsorban is, mert jön a híradó, és aztán majd az egyenes beszéd újra.